József Attila, tél. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, csorbát, töröttet, és ami új meg épp, gyermekjátékot. Ó, boldog fogócska! S rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla, s kezén fogná mindenki földjét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hisz zuzmarás a város, a berek, fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni, és rakni adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, hogy fölengednének az emberek. Tisztelettel köszöntök minden vers szerető nézőt a költészet napján, József Attila születésnapján. Amikor a 20. század modern magyar irodalmának legnagyobb hatású költője 1937. április 11-én, 32. születésnapján meglepi magát egy saját életösszegző költeménnyel, akkor épp egy 16 éves gimnazista lány, a Bármadas Református Gimnázium tanulója, Szenes Hanna papírra vetette egyik első zsengéjét, a Percek tánca című versét, amelyben a múló idővel szembesül és szembesít. Tömör, ritmusos sorai, felvillanó képei, nyelvi hajlékonysága, játékossága, zeneisége, áradó energiája magával sodor. Az ember nem tudja, amit tud, vagy éppen tudni akar, amíg a sors hívását meg nem kapja, s a tétet le kell tennie. Ez a vers épp a felismert tudásról és boldogságról való közlés. A kamasz költő megvizsgál mindent, amit benne és kívüle történik, és összhangba hozza. A szerelmet, a költészetet, a végzetet. Idézzük be hát a Percek tánca néhány sorát. S földön túli lázas táncban a percek lejtenek, én nézem őket kérdő szemmel, kíváncsian és félelemmel. Vajon mit rejtenek? Némelyik csupa derű, másik fájdalmas, keserű, az egyik édes, ölelő, a másik lelket elölő. Szenes Hanna 100. születésnapját ünnepeljük 2021-ben, egész évben Magyarországon, Izraelben, és az ENSZ Nemzetközi Kulturális Szervezetének, az UNESCO-nak köszönhetően a világ országaiban is. A népek sokasága velünk ünnepli ezt az évfordulót, és megemlékezik Szenes Hanna költészetéről, törékeny, finom lényéről, bátor alakjáról, hatalmas lelki erejéről, szabadságvágyáról, emberi nagyságáról, mártír haláláról. A napba és az emberek sorsába nem lehet tartósan belenézni. Ősi kultúrákban kíváncsi emberek drága köveken át pillantottak a napba. Ma ilyen drága kövek a versek, amelyeken át belelátunk az emberi sorsokba, lelkekbe. Elsőre talán ellentmondásnak tűnhet, amit Szenes Hanna versei kapcsán gondolok, hogy ezek a költemények a magány és a szabadság ajándékai. Egy magány van csak, amely a világ nagy döntéshozóinál is nagyobb magány, és ez a költőké.
De ez egyben az abszolút szabadság is. Mert ki adhat tanácsot a döntésnek abban a szakadatlan sorában, ami egy költemény? A szabadság ebben az esetben felelősség. Minél több döntést kell hoznod egyedül, a papír fölött, annál jobban tudatában vagy szabadságodnak a választásban. Ez a felelősség ébresztheti rá a költőt a lelkére, az önazonosságára. Nem kell erőlködnie, hogy bárkinek megfeleljen, s a helyeslését megszerezze. Úgy írja a verseit, mintha nem volna más ember ítéleteinek alávetve, mintha senki sem figyelne rájuk. A költészet az emberi szellem csúcs teljesítménye. Hang az emberen túlról. A költészetnek hatalma van, ahogyan Szenes Hanna verseinek is, védtelensége, tisztasága, rebbenékenysége, hamvassága ellenére, hiszen képes megváltoztatni az emberek fantáziáját az erőről, a hatalomról ordibáló hadonászó propagandával szemben. Ez a költészet nyelv a nyelvben felemel, kiemel a napi robotból, aki olvassa, felmagasztosul. Szenes Hanna verseiben nemesebb, szebb rendet tételez föl annál, mint amelyik nap mint nap ítélkezik fölötte, és embertelen, pusztító törvényeket hoz ellene, elárulja, és a megsemmisítésére tör. Ezek a költemények megadják az emberek összetartozásának reményét, ahogy Szenes Hanna megtörhetetlen jelleme, önfeláldozó élete is példa nekünk s a gyerekeinknek, és makacs erőt és hitet kölcsönöz a világ minden olyan helyén, ahol küzdeni kell az erőszak, a jogfosztás ellen, az emberi méltóságért. A szabadságért. Most szeretnék valamit mondani. Valamit, ami több, mint a szó. Tarkább a színnél, zengőbb a rímnél, amit nem mondott előttem millió. Valamit. Hallgat köröttem a föld. Várakozom bámul rám az erdő. Kíváncsi szemmel néz rám az ég is. Minden hallgat. És hallgatok én is. Szenes Hanna Budapesten 1921. július 17-én látta meg a napvilágot, jómódú értelmiségi családban, asszimilált zsidó környezetben. Apja Szenes Béla sikeres humorista és színpadi szerző, a lány pedig örökölte a korán, mindössze 33 éves korában elhunyt apa írói vénáját. Hanna eredeti kereszt nevén Anikó már zsenge gyermekkorában versel. Haláláig vezetett naplójának első bejegyzésekor mindössze 13 éves. És ahogy sok százezren, ő is magyarnak vallotta magát. Vannak csillagok, melyeknek fénye világít a földön, mikor ők maguk már nincsenek helyükön. Vannak emberek, akiknek csillogó emléke világít, mikor ők maguk már nincsenek köztünk. Ezek a fények csillognak, és különösen, ha sötét az éjjel, mutatják az utat az embereknek. Az anya Salzberger Katalin nevelte Anikót és testvérét Györgyöt. Igyekezett biztosítani nekik a lehető legjobb oktatást.
Édesanyja feljegyzi, hogy 5 évesen felmondja első elemista Gyuri bátyja iskolai ünnepi műsorának részleteit, Szent István megkeresztelésének históriáját, a kereszténység terjedését évszámokkal, nevekkel. Eminens tanuló. Olyannyira, hogy felveszik a református Bármadas leánygimnáziumba, ahol iskola első. S a zsidó származású növendékekre kirótt 3-szoros tandíjat kimagasló tanulmányi eredményeire tekintettel a katolikus diákok szintjére 2-szeresére csökkentik. Kék. Mentem keresztül a Margit hídon. Nem volt még este, csak alkonyodott. A nap a hegy mögé már lebukott. Levegőt hozott a Duna szele. Budai illat is vegyült bele. Néztem alattam a Duna vizét. Lassan hömpölygött hatalmas teste. Kék takaróval fette az este. Kék volt a sirály, mely a habját súrolta. Kék az örvény, mely a pillért karolta. Valami kék árad belőle szét. Szemem áttért a szemközti hegyre. Kék palás borult rá két büszke vállára. Kék fátyol szállott le a citadellára. Kék fényben csillogtak a házak lámpái. Kék ruhát öltöttek a parkok nagy fái. Valami kék ömlött mindenből egyre. Néztem, mint ragyog fölöttem az ég. Valami kék árad belőle széjjel. Kék üzenetet küldött az éjjel. Magasan, végtelen kék tenger terült el. Egy felhő érkezett. A kékbe merült el. Valami kék szállott. Valami kék. Kék volt a hegy, a víz és az ég. Két halvány árnyék csibbontotta szét az eget, a hegyet és a Duna vizét. Mese volt. Álom volt. Tündérvilág. A tavasz ment mellettem a hídon át. Szenes Anikó kitűnő eredménnyel leérettségizett, s szép írói stúdiumokra vágyott, de erre az 1920-ban, Európában elsőként Magyarországon életbe léptetett, a zsidók egyetemi bejutását korlátozó numerus clausus törvény nem adott sok esélyt. Percek tánca. A sötét utcán lámpafények. Az égen izzó csillagok. Szívemben mindig új remények. Az élet útján ballagok. Köröttem furcsa, titkos láncban, földön túli lázas táncban a percek lejtenek. Én nézem őket, kérdő szemmel, kíváncsian és félelemmel. Vajon mit rejtenek? Némelyikük csupa derű, a másik fájdalmas, keserű. Az egyik édes ölelő, a másik lelket elölő. Csak menjetek, az újak jönnek. Mind egyforma, s mégis más. Mert ez a tánc, mert ez a lánc maga az örök változás. S a percek jönnek, nem köszönnek, nem búcsúznak. Tovább búsznak, nesztelenül ellebegve,
végtelemből végtelembe. A könny. Mikor a szemünket könnyek borítják, torkunkat vaskezek összeszorítják, szánk széle kínosan megremeg, azt mondjuk, sírunk, mi emberek. És az arcunkon gyöngycseppek futnak. Én nem tudom, hogy hová jutnak, de mind ég, folytogat és fáj. És a lelkünkön barázdát válj. De könnyek, melyek felfeltörnek, úgy kínoznak és elgyötörnek, a mosolyunkat megtapossák, de a lelkünket tisztára mossák. Harmónia. A természet csupa ellentét. Nappali fény és éjjel sötét. Kopárhegyek és virágos völgyek, piciny fűszálak, hatalmas tölgyek. A komor éjszak és a dalos dél, a tikkasztó nyár és a dermesztő tél. A káosz, a rend, a zaj és a csend. A föld és az ég, a kezdet és a vég. És ellentmondás a történelem. Egyéni érdek és honszerelem. Viszálykodás és tömörülés. Az Isten nevében emberölés. Felszökő pálya és letört vonal. Bonyolult cselszövés és szakadt fonal. A szolga, az úr, az angol, a búr. A tömlöc, az őr. A béke, a tőr. És mind csupa hegyvölgy, mind csupa véglet az emberi lélek, az emberi élet. Lobogó érzések, lehiggadt ész, feszülő tervek és remegő kéz. A tett és a szó, a rossz és a jó. A csonka, az ép, a rút és a szép. S a számtalan végletnek egy az ura. Világot átfogó harmónia. Szenes Anikó döntött, aliázik. Azaz kivándorol. Erek Izraelbe, a brit irányítás alatt álló palesztin mandátum területére. Terve sikerült. 1939-ben elhagyta Magyarországot. Palesztinába ment. Anyámnak. Hol tanultál könnyet letörölni? Fájdalmat rejteni lelkedben, bánatot, panaszt, eldemetni sírást és kintoly, csendesen. Hallgasd a szél szavát, hegyen és völgyön át tátott torokkal kesereg, nézd a tengert, üvöltve renget, s korbácsol sziklahegyeket, az egész természet zeng és reng, a gátott formát szétrepeszti. Honnan a szívedben ez a csend? Hol tanultál hősnek lenni? Aratás. Fekete földünket szántja a népünk. Aranyos kévét arat akarja. Mire a kalász a földet takarja, színaranyától csillog a képünk. Honnan az új fény? Honnan az új hang? Honnan a csendülő, zengő új ének? Honnan az új harc? Honnan az új hit? Te tőled, földem! Te tőled, émek! Egy perc. Elmúlt évezredeknek és az utánam jövendőknek határán állok. S ifjúságom perzselő csókjával megcsókolom kineret, örökké valóságod. Én csupa láng voltam, te aki voltál. Arcod hűvös volt, gondtalan.
Rugalmas, lágy bársonytested elnyúlt a hegység karjaiban. Én most elmegyek. Visszajövök-e, s mikor, azt nem tudom. De az örökké valóság csókja égni fog az ajkamon. Készária. Csend. Hallgassatok mind. Ott, a fövényen túl, a drága ismerős parton, a közeli aranyos parton, hazai otthonint. Makacs, vígmenetben. Daltalan és csendben, idegen népek közt lépve, a jövő múlt elébe, Készáriába. S a romvárosba érve, súgjuk majd halkan, félve. Íme, megérkeztünk, s a sziklák csendje felel. Vártalak 2000 éve. Nem vagy elhagyott. Nem vagy magányos. A tengered itt lágy csobogással érdeklődik reményeid és álmod iránt. Mind reád vártak. Vártak reád. A part és a sziklák. A fövény. A fák. Tudták, hogy eljössz egy vak éjszakába. Odafent pedig ezernyi szem. Megértik ők két társukat lenn, kik könnyeket lopnak a tenger árjából. Pillantás. Milyen messze, messze elmaradtak emberek. Milyen végtelenre tágultak a tengerek. Milyen távol tűntek, tarka, táncos évek, milyen bágyat lett a bátor, büszke ének, milyen messze, milyen bágyat. Virágot szedtünk. Virágot szedtünk mezőn és dombon. Új tavasz szellőt szívtunk mindnyájan. Elöntött bennünket napsugár lángja, meghitt otthonban, hazai tájon. Most messzire megyünk testvéreinkhez, dermesztő télbe, sötét országba. Elhozzuk nékik a tavasznak hírét, ajkunkon napfény melódiája. Útban egy hang hívott. Mentem. Mentem, mert hívott a hang. Mentem, hogy el ne essem. De a válaszúton a hideg fehérrel betömte fülemet. És sírtam. Mert valamim elveszett. Egyiptomból társaival együtt Bariba vitték, ahonnan elindult a bevetésre. 1944. március 13-án ugrottak ki a repülőből a délszláv partizánok által ellenőrzött területek fölött. A három magyar ajkú ejtőernyős, Szenes Hanna, Nussbacher Emil és Goldstein Ferenc szerencsésen földet értek. Mivel az érkezésüket követő héten a német hadsereg megszállta Magyarországot, nem indultak azonnal a magyar határ felé. Június elejéig várakoztak Horvátföldön. Ez idő alatt zajlott le a magyar zsidóság megbélyegzése, kifosztása, gettóba zárása, és megindult a tömeges deportálás Auschwitz-Birkenau haláltáborába. Meghalni. Meghalni ifjan?
Nem akartam. Szerettem a dalt és a fényt. A melengető napot, két csillogó szempárt. Háborút, romlást nem akartam én. Nem akartam. De ha sorsom, hogy éljek máma pusztuláskor vérontásba, hát az Istennek legyen hála, hogy megadatott itten élnem. És meghalnom érted, hazám. Földem. A bal sors rögtön utoléri. Amikor 1944. június 9-én Hanna polgári ruhában a partizánok segítségével átlépte a határt, szinte azonnal elfogták. Nem kizárt az árulás lehetősége sem. Vannak, akik a lány kísérőinek határozatlanságát kárhoztatják. Két társa még elmenekült, de néhány hetes bujkálást követően Budapesten feladták magukat a magyar hatóságoknak. Nussbacher túlélte a háborút, majd visszatért Izraelbe, és Joel Palgi néven élt. Goldsteint utoljára az oranienburgi koncentrációs táborban látták. Nagy valószínűséggel áldozatul esett a holokausznak. Ima. Uram, nem újjon el soha a tenger moraja, a habok, a homok, a menny, a fénylő és sima, s az ima. Szenes Hannát a szombathelyi börtönbe, majd a budapesti hadik laktanyába, végül a Margit körúti fogházba szállították. Brutálisan megkínozták. A nyomozók alsó neműre vetkőztették, és órákon keresztül korbáccsal és bunkósbuttal verték. Véresre verik, kiütik a fogát, de nem árul el senkit. Nem tudják megtörni. Arra akarták rávenni, hogy árulja el az egység rádióhívó jelét és a kódokat, amellyel a különleges egységek és a partizánok kommunikáltak. Tudni akarták, hogy hol vannak még ejtőernyősök. Annak érdekében, hogy szóra bírják, még édesanyját is elfogták, és Hannához hasonló módon megkínozták. A lány ekkor sem mondott semmit. Végül a hadbírósági per lefolytatásáig börtönben helyezték el. Egyik fogolytársa így emlékszik vissza Hannára. Beilleszkedett közénk. Nem mondta ki magát a takarításból sem. Szívesen csinált mindenféle munkát, az angolon kívül 6-7 nyelven beszélt, világirodalmi jártassága, olvasottsága lenyűgöző volt. Hanna esténként a verseit mondta, kívülről szépen értelmesen. Eképpen tudtuk meg, hogy költő. Naplót is írt. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 8 a hossza. 2 lépéssel mérem a szélet. Kérdőjelként lebeg az élet. 1, 2, 3. Tán egy 7 is. Vagy a hó vége még itt talál. De fejem felett a halál. 23 lennék most júliusban. Merész játékban számra tettem. A kocka pertűt. Veszítettem. Dr. Simon Gyula hadbíró november 7-én közli Hannával, hogy egy órán belül kivégzik. De azért folyamodhat kegyelemért. A lány azonban visszautasítja, mondván gyilkosoktól nem kér kegyelmet. Pár perc múlva átszállítják a Margit körúti katonai fegyházba, ahol 10 órakor tekintettel tiszti mi voltára sortűz oltja ki az életét.
Amikor Simon hadbírót a népbíróság 1947-ben háborús büntettek vádjával 7 év börtönbüntetésre ítéli, a per tanúi még drámaiabban vallanak a kivégzés részleteiről. Egy szemtanú szerint Hanna a sortűz előtt nem engedi bekötni a szemét. A börtönorvos szerint a kivégző osztag rosszul célzott, a haláltusa hosszú és kegyetlen volt. Mindennek azonban ellentmond a háború utáni exhumáláskor elvégzett halotti szemle, amely arra utal, hogy Hannát tarkólövéssel egész egyszerűen meggyilkolták. November 7-e volt az a nap, amikor a halálos ítéletet végrehajtották a 23 éves Szenes Anikón. Szenes Hanna az utolsó percig írta naplóját és verseit. Búcsú levél. Drága édesanyám, nem tudok mit mondani, csak kettőt. Millió köszönet. Bocsáss meg, ha lehet. Te tudod nagyon, miért nem kellenek a szavak. Végtelen szeretettel. Lányod. Boldog a gyufa. Boldog a gyufa, mely elég veszítja a lángot. Boldog a láng, mely szíveknek mélyén lobogott. Boldog a szív, mely dicsőn múlt ki a világból. Boldog a gyufa, mely elég veszítja a lángot. As réhaga frúrsen is raffehicit lábot. As réha lehava, se bárá beszít rélevabot. As réha lehavot, se jadő ulachdol behavot. As réhaga frúrsen is raffehicit lehavot. Boldog a gyufa, mely elég veszítja a lángot. Hanna földi maradványait 1950-ben Izraelbe szállították. Hősnek kijáró pompával Jeruzsálemben, azon a hegyen kapott végső nyughelyet, ahol a modern zsidó állam megálmodója, a szintén budapesti születésű Herzl Tivadar. Azóta nemzedékről nemzedékre ébren tartják emlékét.